Nem elég az adósoknak az, hogy amikor már ugye elindul egy végrehajtási eljárás, ugye legelőször inkasszót helyeznek a számlaszámukra, utána pedig letiltást helyeznek ki ugye a fokozatosság elve alapján a végrehajtók. Hogyha esetleg ingatlan áverezésre kerül a sor, ugye akkor és megkapják az erre vonatkozó becsérték közlést, nem elég a 15 000 forintos végrehajtási kifogás illetékének a megfizetése, de ezen kívül bírói letétbe is kell helyezni a szakértői díj előlegét. A szakértői díj mértékét a 39/2012-es KIM rendelet tartalmazza, ezt szabályozza, ami kimondja, hogy maximum 300 000 forintot írhat elő erre a szakértői díjra a bíróság, illetve a végrehajtó. De az elmúlt időszakban olyan negatív események játszódnak le, ilyen tapasztalatokat kapunk az adósoktól, amely abba az irányba hat, hogy az adósoktól lehető legolcsóbban szerezhessék meg az ingatlanjukat a különféle elverési hiének. A végrehajtó a becsérték közlésben, ennek ellenére egyébként ugye az adóst felhívja a rendelet alapján kiszámolt összeg megfizetésére, és ennek megfizetése után a bíróság küld felhívást az adó számára, hogy szükséges lenne kiegészítést is megfizetni ezen felül, hogy a végrehajtói kifogásnak eleget tudjanak tenni, és a szakértő elvégezze a munkáját. Ez az összeg pedig általában műven meghaladja az adós anyagi teljesítő képességét, ugye már, ahogy az előbb említettem, így is ugye eléggé ki vannak zsákmányolva, amikor már ilyen fázisba kerül a végrehajtási eljárás. Így előfordulhat olyan is, hogy 20 000 forintos rendeleti előírás ellenére több mint 200 000 forintot kér a bíróság letétbe helyezni, de volt olyan is, hogy az előért 74 000 forint helyett ugye ezt a rendelet szabályozná, 300-400 ezer forintos többletköltséget írt elő a bíróság az adósok számára. Ennek az eredménye pedig nem más, hogy minél alacsonyabb kikiáltási áron keljenek el az ingatlanok, és ugye, hogy ezek az előlegen felül megfizethetetlen szakértői költségeket kérnek az adósoktól, így mivel az adós rendszerint ezeket már ilyen fázisban nem tudja megfizetni, marad az, hogy a kikiáltási áron, a becsérték közlésben szereplő nyomott áron próbálják az ingatlant értékesíteni, és ez megint csak egy apró tükk arra vonatkozólag, hogy jól kibabráljanak az adósokkal. A Mi Hazánk mozgalom pedig már többször felhívta a figyelmet arra vonatkozólag, hogy a szakértői összeget meg kellene előlegezni az adósok számára, pont a kilátástalan helyzetükre való tekintettel, és a kifogás mértékét is csökkenteni kellene. Ezt az újonnan kibontakozó tendenciát mélységesen felháborítónak tartjuk, és elvárjuk, hogy a bíróságokban a rendeletben előírtak szerint járjanak el, és ezzel is esélyt adva a kizsákmányolt adósok számára a jövőben.